Bónum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megint szerda van, imáron október 23-a. És ez milyen különös, éppen nem csak a forradalmat és szabadságharcot juttatja eszünkbe, mármint a dátum, október 23, mert hogy 1956-ban ezen a napon tört ki a forradalom és szabadságharc, hanem a 15. század nagy szentjét, Kapisztrán Szent Jánost. Mert éppen az ő emléknapja volt 1956ban is, és most is, szentmiséinket ő is emlékezve mutatjuk be templomainkban. És ilyenkor a következő evangéliumot hallgatjuk meg. Lukács 9.57.62. 62. Amint mentek az úton, valaki megszólította, mármint Jézust, követlek bárhová mész is. Jézus azonban figyelmeztette a rókáknak vackuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat felszólított, kövess engem. Az így válaszolt, uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki, te meg menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki. Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt. Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves televíziónéző barátaim, egyszer hallottam Balco Andrástól, hogy ő mikor, milyen körülmények között is fordult igazán oda a Jóistenhez. Ez az elsősorban azért ismert személy, mert olimpiai bajnok ötusázónk volt, és hála Istennek még közöttünk van. A hitéről szeret beszélni, és ennek kapcsán meséli el a történetet, hogy éppen a Dunán evezett, úgymond sportolgatott, amikor egyszer csak intettek neki, vagy talán fütyültek neki egyet, kössen ki ott a parton, és közölték vele, hogy jött egy értesítés, meghalt az édesapja. És elejült ott a csobogó Duna partján, talán a legalsó lépcsőre, és nem sírni és szokogni kezdett, hanem ahogy még soha életében, odafordult az Istenhez édesapját elveszítette, Istenre rátalált. Ez jutott most elsősorban eszembe arról, hogy azt mondja Jézus, hogy hadd te el a holtak halottaikat. Te ne törődj azzal, hogy apádat eltemesd, hanem jöjj és hirdesd az Isten országát. De bizony úgy gondolom, lazítani kell sőt esetleg el kell szakítani bizonyos láncokat, kötelékeket, amelyek akár csak saját családtagjainkhoz kötnek bennünket, ahhoz, hogy igazán találjunk Istenre. A múltkoriban egy szerzetes nővértől kérdezi meg egy műsorvezető, hogy nem vágyódik gyakrabban találkozni a, a családtagjaival, és még részletezte is szüleivel, esetleg testvéreivel. És erre azt mondja ez az aranyos kedves nővér, az én családom, a szerzetesi közösség, amelyben élek. Ehhez persze rá kellett, hogy találjon úgy az Istenre, hogy valóban Istenre tudja cserélni a földi kapcsolatokat, azokat a személyeket, akik ez netán vérszerinti kötelék is kötötte. És ne gondoljuk, hogy ez valami ilyen embertelen dolog. Mert ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy akár Balco András az édesapját, az édesapja emlékét, akár egy szerzetes nővér a maga szeretetével át, őt átölelő édesanyjára, édesapjára mindig úgy emlékezett, hogy talán jobban szerette, annak köszönhetően, hogy Istenhez kötötte még jobban a saját életét, mint addig, jobban szerette őket, és szereti őket, mint addig. Csak valahogy más dimenzióban tudja az ember szeretni embertársait, ha az első helyre mindenképpen az Isten szeretet kerül, és nem fordítva. Szent Jónáskor sajnos sokszor előfordul, hogy egy-egy idősebb testvérünk, azzal vádolja magát, hogy nem tudott eljutni Szent Misére, mert hazajöttek a gyerekek. És hát illik terített asztalról gondoskodni, szeretni őket. És így elmarad a Szent Mise. Na, azt mondom, kedves televízió néző, ha te is az idősebb korosztályhoz tartozol netán, és hasonló helyzetben ha voltál már, ne vádold magadat túlságosan, ha ezért kimarad olykor egy vasárnapi szentmise. De tudd meg, hogy két okból is mégis jó lenne, ha még ilyen helyzetben is eljutnál Istenhez. Eljutnál a templomba, szentáldozáshoz járulnál. Az első ok, hogy a vele való kapcsolatnak köszönhetően még jobban tudnád szeretni, esetleg azt a gyerekedet, testvéredet, a rokonodat, aki nem biztos, hogy, hogy tetőtől talpig könnyen szeretetre méltó. Fekete bárány egy családban. Sok-sok olyan dolgot művel, amivel te nem értesz egyet, és igazad van. És mégis tudod, szeretned kell őt. Nos, ha Isten közeléből nyúlsz feléje, gondolatban, vagy ténylegesen, könnyebben fogod tudni szeretni. A másik, amiért el kell, hogy jussunk Isten házába, Szent Misére, mi szerint ennek köszönhetően fogja tudni a gyereked, hogy te mennyire szereted Istent, és mennyire szereted őt. Mert akinek talán már éppen ingadozik egy kicsit a, a lelke, és már nehezebben dönt Isten mellett, vasárnap Szent Mise mellett, gyónás áldozás mellett annak ott kell, hogy légy te kvázi példának. Nehogy azt mondhassa, már édesanyámnak is én fontosabb vagyok, mint a jó Isten. Már édesanyám is a kedvemér hátat fordít a templomnak, akkor én miért forduljak az Úr Jézushoz? Akkor én miért mondjak ma este egy imát? Lám, anyám is a kedvemért eltántorodott a jó útról. Az Isten szeretők útjáról. Tehát ezért megfontolandó, hogy mennyire merjük egy kicsit is lazítani, vagy egészen föloldani a köteléket Isten és önmagunk között. De még valamit nézzünk csak meg ebből a bizonyos evangéliumból, ami Kapisztán Szent János ünnepén adatik meg nekünk. Mi szerint aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára nekem zsidó testvéreink jutnak eszembe, akik a sinai félszigeten való vándorlásuk során nagyon sokszor hátra néztek. És visszasírták a fogságot. Mert több ennivaló jutott, mert biztonságban érezték magukat, nem szomjaztak, olyan Istennek áldozhattak, amilyennek akartak. És sajnos minket is megkísért ez a gondolat, hogy az eke szarvára tesszük ugyan a kezünket, haladni akarunk egy, egy jó úton, de visszasírjuk azt, ami pedig sokkal tökéletlenebb állapot volt, mint amilyenben most élhetünk. És itt a kulcs szó 1956. Milyen szomorú eseménybe torkollott ez a dicsőséges forradalom és szabadságharc. Előző este, 22-én. Éppen a Budai Ferences templomban mutatták be Tamás Alajos Ferences szerzetes csodálatos oratóriumát Kapisztán Szent Jánosról. És másnap tör ki a forradalom. De Kapisztán Szent János már nem kerül szóba a magyar, a fővárosi ifjúság körében azon a napon már nem mennek, nem hangversenyt hallgatni, de imádkozni sem templomba. Az útjuk során kívülről látható templomok belsejére nem voltak kíváncsiak. És nem akarok ebből egyértelmű következtetést kihozni, de milyen jó lenne, ha az Istennel akarnánk mi forradalmat, szabadságharcot, népünk jövőjéért való küzdelmet folytatni. Istennel és nem nélküle. Nem úgy, mint a csacska megfogalmazású István a király utolsó mondata mondja: Veled uram, de nélküled. Mi ez? Egy tudathasadás. Kapaszkodjunk hát ezen a mai napon az emlékeinkbe, annak az emlékébe, aki Nándor Fehérvárnál, a mai Belgrádnál sajnos hozzá kell tennünk, hogy tudjuk, hogy az Nándor Fehérvár, segítője tudott lenni a magyaroknak, és a keresztényeknek, és mint Ferences szerzetes védte nem hazáját, hanem Magyarországot. A nem magyar és nem keresztény szellemiségtől. Isten akaratával. És ezért tudott győzni. Szabadság harcainkat persze sajnos előbb-utóbb leverték. Kapaszkodjunk azokba a csillagokba, amelyek népünk történelmét kísérték, és amelyek dicsőséget hoztak, megnyugvást, boldogságot az életünkbe. Akarjunk Istennel együtt élő keresztény magyarok lenni, és akkor biztos, hogy győzedelmeskedünk. Kapisztán Szent János, könyörög életünk. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus! A bónum tévét keresse és kérje Kábel szolgáltatójánál.